Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Mat Barna vagyok, és ez itt a Let's Play Crusader Kings 2 Rise of India következő része! A legutóbb megnöveltük a hatalmunkat a királyságon belül, valamint a királyunk hamarosan el fogja veszteni Bengáliát, ugyanis egy kb. 5-szörös túlerőben lévő hadsereg vonult ellene. Amint azt most vettem észre délen, hogy egy ránézésre egy biztos, hogy egy rohadt nagy kalandozó hadsereg elkezdte megszállni ezt a déli királyságot, és át akarja venni a hatalmat, mindjárt megnézik, hogy mekkora. Mert 2000 ember, meg még 2000, és hol van ezeknek a királya Talakad? Csak mert ez egy apró probléma, amit észrevettem azóta, hogy kijött a Rise of India, hogy rohadt nagyok a kalandozó hadseregek, tehát legyőzhetetlenül nagyok. De ez a dolog másnak azért érdekel, mert az egyik rokonunknak, azt hiszem igen, az unokölcsénk feleségének meg tudnánk követelni ezt a területet itt. Viszont, hogyha az a kalandozó egy rohadt erős rezsimet épít ki, és megtartja valamennyire a csapatait, nem tudom, hogy ilyenkor pontosan mit tarthat meg bőle, mit nem, akkor lehetséges, hogy itt esélyünk sincs. Ezeket itt tőlünk délre meg tudom támadni? Nope. Ja, hogy ezek itt éppen lázadnak? Nem? De? Mi? De, hogyha ezek itt lázadók, akkor... Ja, egy herceg ellen lázadtak fel, értem. Azért vannak mindig a királyságon belül. Ezt a területet nem tudom magamnak követelni, sajnos. Nem, téged. Kinevezünk egy új diplomáciai vezetőt, és... Fabrikálj nekem kérlek szépen ide egy jogot. Ugye a hercegségre kollektíven. Ezeket sem tudom megtámadni, de ezeket meg tudnám, csak ez megint csak nincs elég karmám. Nem értem, ez... Biztos vagyok benne, hogy ez valamiféle bug, hogy indoáriák ellen tudok háborút indítani. Nem indoáriák ellen, meg nem. Oké, a... Maradján közszedett egy harmadakkora hadsereget, mint az ellenségé, hát szép. Van itt ez a lecsukott hűbéresünk, nem engedjük ki. Ostromlok valahol? Ó, igen, benne vagyok a Maradján seregében, mint tábornok. Egyre jó nekünk. Majd azonok, hogy nem megköveteljük a királyságot. Kérlem, hogy addigra kapnánk egy erősebb maradzsát, mint a jelenlegi. A következő konkrétan még szarhoz se ért. Még ahhoz képest, hogy 9 éves. Ó, az mikor tért át a buddhizmusra? Ödig nem... Ja nem, ezek buddhisták voltak, igen. Fejlesztjük tovább a toleranciát. Csak mert hogyha megszerezünk magunknak a királyságot, akkor ugye buddhista hűvéreseink lesznek zömével. És fejleszünk tovább a könyvgyalogságot, mert miért ne? Közben itt a muszlimok tök békésen élnek. Furcsa, hogy a szeldzsukok nem rohanták le őket. Üdvözlöm, mi folyik Európában? A franciáknál még egy lázadás. Le akarják dönteni harmadik Robertet, másnak már egy ideje a burgonyiak uralkodnak, már három uralkodó óta. Ó, vége a háborúnak, feltételezem elvesztettük Bengáliát. Ó, és van egy cseh királyságunk, ami független a császártól. Ez már egy ideje, azt hiszem itt van hercegségként. Ezeknek is szemek vannak a nyukukon. Mi? Kiegyeztek egy semleges békében, mert megtámadta Bihart, pontosan Bihar egyik szövetségesét. Egy lázadás és egy másik királyság. Értem. Hát félbehagyták a háborút azért, hogy tudjon segíteni a szövetségesüknek. Szerény véleményem szerint rohadt hülye döntés, ugye nincs közvetlen az öröklésben ez a királyság. És nincs. Hát de ez van. Az ott mióta a miénk?
Azok szerint eddig is amilyen volt, csak most vonta vissza a Maharaja. És be is dobta oda a fővárosát. Nem viszik lejjebb az adókat. Meg tudnám követelni a nagybátyámnak ezt a hercegséget, viszont nem az enyém a királyság ugyebár, hanem a Maharadzsánké sajnálatos módon. Ó, jut eszembe, amint meghal a Maharadzsa, ketté osztik a királyság. Hihi! Nem kapsz birtokot. Na, a Maharadzsánk elkezdte támadni ezeket itt a birtokaikért, jobbak vagyunk az intrikában, másnak hány évesek vagyunk, 37, ja? Na nem, ahogy ez a Simla Rajja le fog minket verni. Megvan rá az esély, hogy fölvesz egy zsoldos egységet. Mennyi pénze van hős királyunknak? Nem túl sok. És mennyi pénze van ennek a szerencsétlennek? Jóval több! Na, egy pár zsoldos egység is megnyerte a háborút. Mondjuk van egy ennyi hiányunk zsoldosokban, de most nincsenek felvéve. Mi ez? Szarabbak a kapcsolataink a hűbérurunkkal. Ő utál minket jobban, ugye? Nem, mi utáljuk őt jobban? Nem. Valaki utál minket, kész. Irigykednek ránk. Már nem irigykednek ránk. De szerencsétlen, vegyél fel egy zsoldos egységet és megnyertad a háborút. Ó, és nem is a hagyományos vezető kasztból származik. Ezeket itt pedig be fogja venni ez a kalandor. Ez egyik korábbi király unokája. Még a játék kezdete előtt meghalt. Feltételezem, hogyha beveszi a... hogyha megszerzi a trónt, akkor a hűvéresei nem igazán fogják szeretni, szóval talán lecsaphatunk rájuk. Azért annyi hadsereg lesz. Chesternek, hogy legyünk jobb hinduk, kapjuk érte a karmát. Kölyt békésednek a dolgok. Kunok még mindig rohadt nagyok. Na most elkezdtek szarba kerülni, több oldalról támadják őket. Lázadók, paraszt lázadók lényegében. Muszlimok. És egy kalandor. Ó, az a legjobb. Ahogy hiszem, eléggé ki vannak maximum indul a csapataink ugyebár, szóval tiket ki is küldünk, hogy terjedsz a technológiát oda a fővárosunkból. A fővárosunkban pedig... Na, húzzuk egy szinten följebb a várost. Kapjuk a bevételt. Pártok indulnak a testvéremért. Mekkora a koronafenhatósága a királyságban? Közepes, de az ránk nem vonatkozik, mert mi ugyebár Orisszában vagyunk. Viszont emiatt egy enyhe előnyben vannak a tőlünk észre lévő bengáliak, ugyanis ők ki tudnak nevezni tábornokokat a hadseregük élére. Bármennyire nevetséges is legyen az, hogy mi nem tudunk. Szóval lehet, hogy be kéne szállnunk, de... még nem. Remek levetegettünk, remélem nem halunk bele. Még egy jó 2 évig életbe kéne maradnunk, hogy a fiunk ne régenssel kezdje az uralmat. Lecsuktak valami random indiai nemesnek a lányát. Jó, Norvégia egész nagy lett. Prestige bitte? Ja, Alicsúba úgy, mint hogy valaki ellopott volna egy nyakláncot. Magda a szakács felsége. Lecsukjuk, és intrika. Bum, mindjárt jobban értünk hozzá.
mi pogányoknak számítunk, nem indiánok vagyunk, szóval nem kapjuk meg ezt a végtelen subjugation-t. Akarjunk egy lányt. Ha jól tudom, ez itt nem befolyásol semmit, a modokban ilyenkor kapsz egy kisebb termékenységi boostot, de... Jaj, itt, hogy elnézem, nem. Ahol bizánc valázdás van. Lejjebb akarják vinni a koronafenhatóságát, főleg a balkániak álltak össze. Ki is gyógyultunk, szuper. Meg tudnám megöletni a királyt? Nem tudnám megöletni a királyt. Amúgy csinálna a jó ötlet, tehát hogy lecsukna, hogyha megtudná. No, itt zalaszok között nagy háború van, feltélezem a Rusz támadja a Novgorodot. Nem. Novgorodot támadja egy rakás ember, meg... A litvánok megtámadták... A litvánok megtámadták a Ruszt, hát ez bátor döntés. És meghalt a vallás vezetőnk, és nincs új, hurrá! Te, térjél át! Te úgy szintén. Mi? Várjunk? Ja, ez a kettő ugyanaz, oké? Okay? És itt ki van? Te is te... Ja, nem tudnám megfizetni a fenébe. Miért utál ez engem ennyire? Mert fanatikus. Szuper. Növeljük a... Nem, küldjük ki inkább az emberünket, hogy átérítse virágzsát Hindura buddhistáról. Eközben a... Ó, ez az északi királya feleségének akarja követni Bengáliát. Ó, virágzsát is tért. Szuper. Akkor menjünk és térítsük át... Majd Purit. Van valami bug, vagy csak ekkora mázista voltam? Ránézés, hogy csak mázista voltam, rendben vannak az esélyek. Lecsuktuk egy random báró feleségét. Panaszlázdás. Katakában, szuper. Na te rohadék, visszahozod a seregedet és segítesz a hűbéresednek, vagy nekem kell levernem? Úgy látom, nekem kell levernem. Három ezer ember, ezeknek elméletileg csak könnygyalogosai vannak és ijászai, szóval nem hinném, hogy nagy kihívás lesz. Hol a büdös életben vagy te? Á, itt. Nehéz megmondani, hogy melyik sereg kié, mert ugye ugyanaz a címerük. De ja, ötszörös túlerőben van a kalandor a király ellen. Végül is teljesen logikus, hogy egy föld nélküli harmadrangú unokatestvér ki tud hozni egy ekkora hadsereget a semmiből. Ej. Imádom néha ennek a játéknak a logikáját. Ó, ki tudok nevezni egy tábornokot, hurrá! Végre egy kombatáns hadvezető lesz a hadseregemben. Valahogy valaki megszerzett magának egy falut. Egy alattvalónk áttért, hurrá! Ahogy a rohadt életbe, hogy már a lázadókkal is pingpongoznom kell. Jött vissza! Na azért. Menjünk már át a frontális fázisba, hogy egy kis esélyünk legyen. A rohadt életbe, hogy ezek ilyen effektívek csodálozásban. Felségünk terhes, megállj, megvárjuk, amíg fel... Ó, ők sincsenek megszervezve, szóval támadunk. Nem értem, hogy egyszerű könnyű gyalogság hogy tud csatározni vele, amikor vannak könnyű lovasaim. Ez logikus az lenne, hogy beléjük futunk könnyű lovasokkal, aztán megvárjuk a gyalogságot, de mindegy. Lecsúgtunk egy hadvezért, sajnos a lázdás vezetőjét. A Maharaja újra összehívta az erőit, mert lebontotta őket, mert a logika. És készül arra, hogy lecsapjon azokra ott éjszakon.
Sajnos az, hogy én itt pofozom a lázadókat, szar se számít Warscore szempontjából, mert ugye hivatalosan nem nekem üzentek hadat. Tehát még pingpongozhatok velük egy ideig, mert úgy tűnik a lázadókkal megint pingpongozni kell. Született valakinek egy lánya. Hurrá! Most már pusztuljon ki ez a rohadt hadsereg. Hányan van? Még 300-an. Ha ebből is meglép valaki, na azért. Sajnos belekerült pár emberembe. Főleg az első csata. Jó, ezt a Habrut megnyertük. Átkelnek ott a folyón oldalba, támadják és kész. Hiába dzsungel. Ekkora túlerőt nem tudnak megverni. Szövetségeseket behívtuk? Nem, még szövetségeseket sem hívtunk be. Szia, Csili! Aztán azt hittem ezt a szarságot a Steamben már kikapcsoltam, de úgy tűnik nem. Ó, oh, szuper, a fiunk szarhoz se ért. Nincs már zink a trétekkel. Mi a... Miért ott kell szállt a Gangesen, ahol az ellenség vár a túlparton? Született még egy fiunk. Remek, jobb lettem a hadvezetésben. Még jobb lettem a hadvezetésben. Na, én legalább értek valamihez, de ez a szerencsétlen, úristen. Na, nagy nehezen megverték őket, de... Mi a büdös? Te meg hogyan függetlenedtél hajszál pontosan? Hé? Micsoda? Oké, ez a szerencsétlen miért függetlenedett? Ennek a fazonna segít, de hogyan függetlenedett tőlem hajszál pontosan? Ez nekem bonyolult. Most... Nem tudom hogyan, de említőleg az történt, hogy valahogy ennek a Rajjának a hűbérese lett, és belépett ellen egy lázdásba. De nem tudom, hogy hogy a büdös életbe lett a hűbérese. Amikor jogosan az én területem van, tehát nem tudod neki hűbéresküt tenni. Nem örökölte ki magát a birodalmamból. Függetlenségi háborút nem vívott se ellenem, se a hűbér uram ellen. Mert elméletileg mindkettőnk ellen kellett volna vívnia. Nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Remélhetőleg, amikor befejezte a háborút, akkor fel tudjuk neki ajánlani, hogy legyen újra a hűbéresünk. Ja nem, nem lett ennek a hűbérese közben, mert szövetségesként van benne a háborúba, akkor pláne nem értem. Na mindegy, mennyi fabrikálja jogot. Úgy tűnik a kancellárainknak van egy ilyen tendenciája, hogy gyorsan meghalnak. Az ő jogáért harcolnak talán? Szivakar... az... Nem az ő jogáért harcolnak, akkor pláne nem értem. Az még úgy, hogy megmagyarázná. Bizáncban vége a polgárháborúnak. Kunak főleg ülnek a szarban, mert a keresztény Európa nem igazán segít nekik. Mint jól lehetséges, egy bizánci járcegnőt kellett volna elvenni egy parasz helyett, kunocskám. Jó, az első generáció, aki áttért, igen. Ez furcsa, hogy a hűbérései is szinte mind áttértek. Ó, van egy rutén királyságunk. Portugália pedig magának akarja Leont.
Tehát a kasztíliai királyság felét kb. Szívás, itt ne mondjak. Ó, és majd... Mikor alakult meg a szicíliai normann királyság? Már egy ideje, ahogy elnézem. Ja, már egy ideje. Píza terjeszkedik, mint a fene. Ez a háború remélem lassacskán véget ér. És Gruyre be tudom hozni a birodalmamba ezt a két grófságot, ami randomra elszakadt, mert... nem tudom, mert fuck you. Az úgy sem, hogy jogokat se kaptam rá. Néha ez a játék meglepő módon működik, mondjuk így.